Gulyás Gergely a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Na, hát mit szól ezekhez a mai fejleményekhez a Lendvai utcánál? Nehéz kérdés, nyilván, amit itt kicsit meglepve hallgattam az előző beszélgetésben, hogy azért eddig volt egy olyan, ha úgy tetszik, jogállami kompromisszum, hogy a tiltakozásnak vannak alkotmányos formái, meg vannak jogellenes formái. Ez a tiltakozásnak egy jogellenes formája. Mert? Azért, mert nyilvánvalóan magánterület az, ahova erőszakkal behatoltak. Ez egyébként legalább szabálysértés, de lehet ennél több is. Az pedig, hogy ezt követően nyilván ők provokatív céllal csinálták, őket milyen sérelem érni, természetesen az sem helyes, de hát azért, amikor mondjuk Kocsis Mátéék ott megjelentek, akkor ugyanúgy csak be lehetett volna adni azokat a hangokat, amik elhangzottak, a lehető legdurvább megnyilatkozások, vagy ott a hivatalnak... Keressünk ilyen felvételeket, mert vannak nekünk ilyen felvételek. A hivatalnak egy munkatársnőjét például megrúgták, tehát a teljes normális erkölcsi érzék felbomlását látom abban. Kit rúgtak meg a hivatal? A hivatalnak egy munkatársát, egy Fidesz hivatalban dolgozó munkatársnőt például, tehát ők megrúgtak. De nem ez is a lényeg. Tehát azért az alapjában, mivel mégiscsak arról van szó, hogy itt egy birtokháborítás történik, egy teljesen nyilvánvaló jogellenes formája a tiltakozásnak. Mi nem korlátoztuk senkinek sem a gyülekezési jogát, mindenkinek lehetősége van Magyarországon alkotmányos keretek között tiltakozni, jogszerű keretek között, de ez egy jogellenes demonstráció. Mi pedig azt szeretnénk, hogy bármilyen véleménykülönbség van köztünk, azokat jogszerű keretek között tudjuk megvitatni, vagy ha nem tudjuk megvitatni, akkor is van a gyülekezési jognak jogszerű gyakorlása. Ezt a szocialista kormány alatt nem lehetett gyakorolni, most meg lehet. Mit nem lehetett gyakorolni? 2006 őszén még nem lehetett gyakorolni. 2006 őszén hány hónapon keresztül táboroztak nagyon sokan a Kossuth téren? És utána milyen következményei voltak annak, hogy valaki békés tüntetésen részt vett? Nálunk ilyen nincsen. De nem a békés tüntető, ezt a vitát olyan sokszor lefolytatok. Nem a békés tüntetőre rontottak rá a gazrendőrök, nem erről volt szó, hanem sajnos a békétlen tüntetők és a békés tüntetők összekeveredtek. De hogyha kétszer a tőszét ennyi idő után sem sikerült megérteni, akkor mai napot sem fog szerintem sikerülni. A lehetséges. Is. Amikor azt mondta, hogy ez egy magán tulajdon, vagy hogy fogalmazott, tehát mi a Fidesz székház? Mit mondod? Természetesen az nem közterület, a Fidesz székház területe belül. Igen. Hogyha most a tüntetők, mondjuk Gulyás... Tehát Gulyás Gergely családi házához mentek volna, és mondjuk ott lógnának a kerítésen, vagy netán az ablakba, akkor azt mondanám, hogy én ezt nem támogatom, még csak elvekben sem. Mert a család és a családi élet szentsége az egy teljesen külön dolog. Lehet valakinek a politikáját, munkáját kritizálni, szólásszabadság van, de a családját békén hagyni. De ez egyszerű, az, hogy egy pártnak a székházán a tüntetnek, ön szerint ez birtokháborítás? Hát az, hogy a székháznál tüntetnek, semmi akadálya. Nyugodtan jöjjenek a székházhoz. Hozzáteszem egyébként, hogyha valakinek a házánál tüntetnek, nem belül, hanem kívül, az is jogszerű tiltakozás. De lehet szeretni, hogyha valaki ennyire helyesen egyébként kifinomult érzékkel közelít a demokráciához, akkor viszont jogellenes megoldásokat nem fogadhat el. Ez jogellenes. Tehát magánsértés. De érzi a különbséget, hogy a család és a családi otthon szentsége az, én azt gondolom, más, de egy pártszékház az nekem, még ha jogilag igaza is van önnek, sőt ön a jogász, hogy ez birtokháborítás, biztos, hogy önnek van igaza, és nem nekem, de egy párt ellen a pártszékháznál tiltakozni, az szerintem egészen más színezetű, mint mondjuk egy családnál. Az a kérdés. Taxis blokkád ugye jön vissza csak kicsiben, hogy a jogellenes tiltakozás formái elfogadhatók, vagy sem. Ön szerint? Én szerintem nem fogadhatók el. És szerintem ez egy nagyon egyszerű válasz, mert eddig a magyar politika együtt tudott működni, hozzáteszem, lényegesen súlyosabb politikai helyzetben, amikor 2006 őszén az összödi beszéd nyilvánosságra kerését követően a TV-székház ostromára sor került, akkor másnap valamennyi párt erőszak ellen a békességért címmel fogadott el nyilatkozatot. És itt most milyen erőszak volt? Itt nem erőszak volt, de egy szintén jogellenes véleményt adott. Én volt erőszak is, mondom még egyszer, egy hölgyet megrúgtak a Fidesz székházban. Próba szerencse. De nehogy úgy tegyünk, mint hogy az rendben lévő lenne, hogy holnap az MSZP székházba, utána a Bajnai Gordon, majd most meg a pártjának a székházába. A párt ellen tiltakoznak, nekem a párt annyira... A székház előtt? Hogy lenne, de hogy bemenni egy párt székházba? Meddig jutottak be az ajtóig? Hát, hogy ahhoz, hogy valaki a teraszra ott kimenjen, ahhoz az összes alsó szinten lévő. Tehát az egész alsó szintet elfoglalták a demonstrálók? Így van. Nem kívülről mentek fel az erkélyre? De, hogy is kívülről nem lehet felmenni az erkélyre. Szóval próba szerencse, nem tudom, hogy mi hallatszik a felvételen, mindenesetre ott voltunk, amikor Kocsis Máté és Selmeci Gabriella megjelent, úgyhogy akkor most abszolút élőben nézzük meg, hangot kérünk. Szeretnénk bemenni előtte.
hallottam semmit, de természetesen ez nem bizonyító erejű. Alkotmány, demokráciát és jogállamot. Szégyeljék magukat. Hát ennyit tudtunk most hirtelen prezentálni, ettől függetlenül természetesen az ott lévőkkel, nem vonom kétségbe. Lehet, hogy Kocsis Máté és Elmeci Gabriella egy más szituációban, egy más szögben, egy két lépéssel odébb valami mást is kapott a fejéhez, már mint verbálisan. A céljukkal kapcsolatban mi a véleménye? Ők azt szeretnék, demokráciát, jogállamot, azt szeretnék, ezt az alkotmánymódosítást. Jó hírem van, ezeket teljesen tudjuk meg is valósulni. Hát valami miatt sokan úgy érzik ezek szerint most ebben a pillanatban is a Lendvai utcánál, hogy ezt nem teljesítették. Miközben még jogállásan is békésen lehet tüntetni. De ez azt csak mondjuk, egy dolog. Nem egy diktatúrának a sajátja. Na, de azért nem gondolja, hogy ez az egy tétel, hogy még lehet tüntetni, az azt jelenti, hogy akkor minden bocsánat, rendben van. Még jogállásan is lehet egyenlőre tüntetni. Hogyha még jogállásan is lehet tüntetni, ugye nem mondja, hogy ettől függetlenül akkor minden rendben van. Sok minden nincs rendben, de nem a demokrácia és a jogállammal van baj, a demokratikus intézményrendszer működőképes, jogállami. Jó, valami miatt úgy érzik a tüntetők, valami miatt úgy érzi az Európa Tanács, valami miatt így érzi az Európai Parlament. Az Európai Parlament egyenlőre még semmit nem érez, hiszen az Európai Parlament ebben az ügyben nem nyilvánult meg. Az Európa Tanács főtitkára tett egy nyilatkozatot, amiben azt kérte, hogy a alaptörvény módosítás elfogadása előtt a Velencei Bizottság vizsgálhassa meg ezeket a rendelkezéseket. Ráadásul, amivel ő ezt megindokolta, az nyilvánvaló tévedés. Tehát ő azt mondta, hogy mi a megsemmisített átmeneti rendelkezéseket be akarjuk erőszakolni az Alkotmánybíróság ellenében az alkotmányban, míg valójában az Alkotmánybíróság volt az, aki azt mondta, hogy a jogalkotónak van feladata abban, hogy az átmeneti rendelkezések közül eldöntse, hogy mi az, amit az alkotmányba belefoglal, és mi az, amit nem. De ez nem azt jelenti, hogy minden, ami eddig az átmeneti rendelkezésekben volt, arra mondjuk az Alkotmánybíróság azt mondta volna, hogy ez mind-mind alkotmányos, csak rossz helyen van. Én ezt nem is állítottam, én csak annyit mondtam, hozzáteszem rá, amire azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy alkotmány ellenes, az sem a legfőbb ügyész ügyáthelyezési jogkörénél, sem a regisztrációnál nem is lett a módosítás része. És hajléktalanok? De rendészeti kérdések? A hajléktalanság is fontos, az előző mondat befejezem, és talán térjünk át a hajléktalanokra. Tehát az Európa Tanács főtitkárának alapjában véve volt téves a nyilatkozata, ezért mondtuk azt, hogy Magyarországot is természetesen ugyanaz az eljárás megilleti, mint minden más országot. Elfogadjuk az alkotmánymódosítást, és utána a Velencei Bizottság, az Európa Tanács valamennyi tagállamának alkotmánymódosításait, alkotmányát, választási törvényeit megvizsgálja. Ebben az esetben is így lesz. De most aggályok mert vannak, ez az általános eljárás minden országban. Nem kérünk többet, vannak. Csak ami aggályok természetesen minden országban, minden módosításnál vannak. Nem akik nem szavazzák meg ezeket a módosításokat, azok aggályokat szoktak megfogalmazni. Most azért nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg például az Európai Parlament képviselője, vagy az Európa Tanács vezetője. Miért nem fogadják az meg? Európai ez mitől presztízs kérdés? Nem is szó presztízs kérdésről. De, hát négy hete folyik egy vita. De le lehetne ezt a vitát zárni, azt mondanák, jó, vizsgálja meg a Velencei Bizottság, nem fontos nekünk hétfőn, jövő hét hétfőn elfogadnunk ezt, tudunk 2-3 hetet várni. Még egyszer miért mondom, nem? Mi ahhoz mindig ragaszkodni fogunk, hogy ugyanaz az eljárásmód, amely egyébként az Európa Tanács 47 tagállamának mindegyikét megilleti, az Magyarországot is megilleti. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a viták természetesen minden vita jogos, de az állítások nem megalapozottak. Ha konkrétan végigmegyünk az egyes kérdéseken, mondjuk hajléktalanság, akkor nagyon hamar kiderül, hogy nem igaz még az sem, hogy az Alkotmánybíróság korábbi döntését írnánk fölül. Nem igaz. Tehát itt hajléktalanságot említette. Lesz az alkotmányban olyan passzus a módosításuk alapján, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van rendészeti eszközzel fellépni a hajléktalanokkal szemben? Nem, ilyen passzus nincsen. Olyan van, hogy az életvitelszerű közterületen lakhatást, ahogy tetszik a hajléktalanságot, az törvény vagy önkormányzati rendelet, a közrend, a közbiztonság, kulturális javak védelme vagy a közegészség érdekében meghatározott területen, tehát meghatározott területen jogellenesség nyilváníthatja. Ez van, mert nem olyan szó, ugyanis, hogyha valaki elolvassa az Alkotmánybíróságnak a korábbi határozatát,
és akkor legalább lehet értelmesen vitatkozni, nem biztos, hogy egy pártszékház elfoglalása erre lehetőséget ad, de ha valaki elolvassa, akkor azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy a bianco felhatalmazás az ilyen magatartás jogállási nyilvánítására az nem fogadható el. De még azt is hozzáteszi, hogy egyébként a közrend védelme például lehet olyan alkotmányos érdek, amely miatt ilyen korlátozás elfogadható. De ez is ezeket a vitákat tűnik. Önök bianconak tűnik, de valójában célhoz kötötten és csak meghatározott területre vonatkozóan. Kivel folytattak le bármiféle vitát erről a mostani negyedik alkotmány alaptörvény módosításról? Senkivel. Ha vitázni akartak volna, akkor nem egyéni képviselői indítvány ban nyújtják be a módosításokat. Magyarország egy parlamentáris demokrácia, ahol törvénykezdeményezések 90 óta ugyanazok jogosultak, köztük a képviselők is, és ráadásul az alkotmánymódosításnak és sarkalatos törvények elfogadásának, módosításának még egy különösen hosszabb eljárás rendje van, itt semmilyen sietség, mert 4 hete tárgyalja ezt a parlament. És utána ne tessék haragudni, rajtunk számon kérni a vitát, miután az MSZP elmondja a vezérszolgálatot és kivonul, és igazából a Jobbik marad benn, meg az LMP néhány képviselője, akinek már nincs frakciójuk, akikkel vitatkozni lehet, és nála azt kell hallgatnunk, hogy nem volt vita. Hát már bocsánat, a vita ezek az emberek, alkotmányos akik most, kereteit nem használták. Ezek az emberek, akik most ott vannak a Lendvai utcai székháznál, vitatkozni szeretnének ezekről a fontos kérdésekről. Önök azt mondják, hogy az nem vita, hogy elfoglalunk egy pár székházat. Rendben van. Ezek az emberek azt szeretnék, hogy ezt most vonják vissza, mármint hogy ne szavazzanak róla a hétfőn, hanem legyen vita. Értem, és akkor elmennek onnan. 4 hete folyik a vita az országgyűlésben. Hát ez egy képviseleti demokrácia. Társadalmi vita egy alkotmányról. Demokrácia, ahol társadalmi vita elfogadásának hajléktalanság előírt családról. A hajléktalansága kapcsolatosan hogy a társadalmi vita legalább évtizedes, folyamatos. De már most egy konkrétumról. Miért félnek a társadalmi vitáktól? Miért félnek a társadalmi vitáktól? Mert nem folytatnak vagy társadalmi vitát. Elfogadjuk azt, hogy Magyarország egy képviseleti demokrácia, ahol parlamenti képviselőket 4 évre felhatalmaznak arra, hogy a választópolgárok érdekeit képviseljék, és azért sokféle álláspont a parlamenti vitán megjelenik, vagy ezt nem fogadjuk el. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el azt fogadjuk el, mert 90 óta egyébként amikor önöket mondjuk 3 évvel ezelőtt felhatalmazták arra, hogy ezt a demokráciát és ezt a hatalmat képviseljék, akkor mondjuk senki nem tudott arról, hogy önök milyen alkotmánymódosításokat szeretnének végrehajtani. Mi azt mondtuk, tehát hogy ez... új alkotmányt szeretnénk, ezt mondtuk a választási kampányban. Azt is megmondtuk, hogy a közjogi rendszer felforgatása nélkül. Most kellene a társadalmi vita. Nekünk közünk van az alkotmányunkhoz. Egy év múlva választások vannak, mindenkinek köze van az alkotmányhoz. Szeretnénk, az alkotmány... hogy legyen. Ennyit szeretnénk, és azok, akik ott vannak a Lendvai utcában, ők is. Mindenkinek köze van az alkotmányhoz. Én már azt is örömmel látom, hogy úgy látom, hogy ezek a tüntetők gyakorlatilag azt az alaptörvényt védik, amelyet 1,5 évvel ezelőtt még iszonyatosan támadtak. Ezeket azt látom, hogy itt egy alaptörvény módosítás miatt, tehát valószínűleg az alaptörvény eredeti tudja, hogy a mostani melletti tüntető... kiállásért... Lehet, hogy ők mind Fidesz szimpatizánsok, akik az alaptörvényt védik, igaza van. És a módosítás ellen. Miért nem lehet velük vitázni? Ezért mondom, hogy ezelőtt 1,5 évvel azokat a vitákat folytattuk le, hogy az alaptörvény ez most jogállami vagy nem jogállami, erre most úgy tűnik, hogy ma már olyanok is az alaptörvény védelmére kell, annak idején támadták. Honnan tudjuk? Ez a folyamat, ez 1,5 évvel eljuthat oda, hogy majd ezzel a módosítással együtt is ezek az fordulni. Emberek most vannak ott, a mai nap vannak ott, ezek, és a negyedik módosítás miatt tüntetnek. Azt demokratikus elfként fogadjuk el, hogy vannak jogszerű, meg jogállás tiltakozások. A jogállás tiltakozókkal a tárgyát nézzük a tiltakozásnak. Nem, sajnos amíg ez egy jogállam, addig a formáját is kell nézni a tiltakozásnak. Nézhetjük, azt már megbeszéltük a formáját. És az a forma, hogy a valaki jogellenes formát választ a tiltakozásra, az a lehetetlenné teszi az érdemi párbeszédet és vitát. Mi akkor mit kellene tenniük? Hogy önök tárgyaljanak. Lehet jogszerűen tüntetni, semmi akadálya nem lett volna. És akkor tárgyalnának? Vagy visszavonnák a javaslatot? Hogyha a hallgatói hálózat... De ez nem hallgatói hálózat. Akkor nem tudom, hogy milyen civil szervezet, vagy fiatalok. Emberek. Akkor ők megkerestek volna, minden egyes állampolgári levelet megválaszolunk. Ha valaki személyes konzultáció... Nem személyes konzultáció. Az a lényeg, nincs társadalmi vitája. Sem az alaptörvénynek nem volt társadalmi vitája. Én kérdeztem annak idején Orbán Viktort, amikor itt ült ugyanabban a székben, ahol most ön, hogy mit gondol, kellene a népszavazás az alaptörvényről. Azt mondta, hogy nem. De az két dolgot választunk, hogy az egyik a társadalmi vita, a másik a népszavazás. Jó, de nekünk lenne igényünk, hogy beleszóljunk. Népszavazás alaptörvényről. Azért nem volt, mert 94 és 98 között a kétharmados többséggel rendelkező MSZP-SZDSZ kormány megváltoztatta az alkotmány elfogadására irányult szabályokat, és kivette a népszavazást. Volt egy kompromisszum ezek szerint. Miért nem tették vissza? Volt egy kompromisszum, amelyek szerint az alkotmány elfogadására vonatkozó eljárásra, ez 13 évig állt fenn az alkotmány elfogadásáig, ez szerint alkotmányosztó. Mit kellene tenniük azoknak az embereknek, hogy legyen
a legalább a mostani módosításnak társadalmi vitája. Mit kellene tenniük? A társadalmi vitát kezdeményezni a végszavazás előtt egy kicsit késői. Hát akkor a végszavazást kell halasztani. Azokat az ellenzéki pártokat kell volna rávenni, hogy vegyenek részt a parlamenti vitában, akik nem vettek társadalmi részt. Vitáról beszélek. Hogy most azt mondja, hogy ez egy jogellenes, mert ott állnak az erkélyen, a kordonbontás nem volt jogellenes demonstráció? A kordonbontást követően a kordonbontás jogellenes volt? Szabálysértési eljárások indultak, és a szabálysértési eljárást megszüntette. Tehát jogellenes volt. Hát, ha megszüntetnek egy szabálysértési eljárást, akkor azért nagy összegben ne fogadjunk arra, hogy az jogellenes. Mikor elindult a szabálysértési eljárás, az azért indult el, mert vélelmezték. Ha egy eljárás elindul, akkor az biztos, hogy jogellenesség van, mert vélelmezték, a ártatlanság vélelmét húzhatjuk ki, amit az alkotmány egyébként tartalmaz. Mert vélelmezték, hogy jogszerűtlen volt. És utána hogy jogszerűtlen. A szabálysértési eljárást megszüntették. Van, ami... Az egy bonyolult kérdés volt, ott ugyanis ahhoz azt kell megvizsgálni, önök hogy... bonthatnak, foglalhatnak, nem, most civilek nem. Ez nem kettős mérce? Nem, nincs kettős mérce, ugyanis ott lefolyt egy szabálysértési eljárás, és ma már tudjuk, hogy a bíróság ezt megszüntette. Itt még nem folyt le. Itt nem folyt le, én nem is azt kívánom, hogy egyébként... De ő már mondta, hogy jogellenes. Hát az, hogy jogellenes, ez ténykérdés, de én nem azt kívánom, hogy fiatal... Hát mások ez... meg a kordonbontásra mondták, de hogy tény ott viszont lefolyt egy bíróság eljárás, hogy addig működik a jogállam, amíg a bíróság döntését elfogadjuk. Tehát ezt tartsuk tiszteletben, ráadásul ott a jogi helyzet is bonyolult volt, mert a jogellenes a kordon létesítése volt. Ma már, hogyha a magyar bírói fórumok ezt szerint nem elégségesek, akkor az Európai Bíróság döntését is meg lehet nézni. Tehát már minden szinten jogellenes volt. Miért mondták azt, hogy ez a Bajnai Gordon küldte ezeket a fiatalokat, meg hogy Kósa Lajos azt mondta, hogy ez már szerveződik, látszik a Bajnai Gárda. Honnan vették azt, hogy Bajnai Gordonnak köze van ehhez? Hát miután én nem voltam jelen, ezért és a mai nap folyamán nagyköveteket tájékoztattam az alkotmány. Tehát akkor ez nem egy központi fideszállás mond, hogy itt a Bajnai tudom, Gárda. Én azt tudom, mert idefelé pont beszéltem többekkel, akik ott jelen voltak, azért tudom azokat az információkat is, amelyeket itt volt lehetőségem önnel megosztani, hogy olyan szervezők voltak ott, akik egyébként ma a Bajnai Gordon budapesti pártszervezői, azt hiszem, hogy korábban az LMP-hez kötődő szervező volt. Nem tudom, én ennek ennél mélyebben nem néztem utána, de hát, azért... Hát, valaki arra járt, aki már egyszer látta a Bajnai Gordont. Vett, tehát, egyébként, hogyha már a kordonbontásra visszatér, az nem arról volt szó, hogy a társadalomra való veszélyessége az nulla volt, ezért a büntetés is nulla volt, de az, hogy ez jogellenes cselekedet volt, nem ez lett a vége? Ott a kordon létesítése volt jogellenes, ezt mind magyar, mint európai bíróság mondta. Most a bontásról beszélünk. És éppen pedig a bontásnál a szabálysértési eljárást megszüntette a bíróság. Na de nem azért, mert hogy nem volt szabálysértés, hanem hát, a társadalomra... szabálysértés, akkor ki nem azért, mert a társadalomra való a társadalomra veszélyessége hiánya, nulla. A veszélyesség igen? Hiánya az büntethetőséget kizárók. Hát akkor ezért. Na jó. Akkor meglátjuk, hogy mi lesz, és tárgyal-e bárki és bárkivel. Még egyetlen egy rövid kérdés. Európa Tanács, Európai Parlament, civil tüntetők tiltakozása ellenére van arra esély, hogy visszavonják a végszavazás dátumát? Tehát, hogy ne legyen végszavazás jövő héten a módosításról? Abszolút semmilyen esély nincsen. Senki nem tudja meggyőzni önöket. Nem látjuk az érveket, tehát egy jogállás tüntetés az nem minősül olyan érvnek, amit figyelembe lehet venni, sőt azt várjuk egyébként a magyar politikaiat valamennyi szereplőjétől, hogy a jogellenes székházfoglalást ítélje el. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Folytatjuk a reklám után.